Tisztelt Országgyűlés, kérem, foglalják el helyüket. Tisztelt Országgyűlés, a határozat hozatalok előtt ünnepélyes eskütételre kerül sor. Emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés múlt heti ülésén megválasztotta a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnökét és tagjait. Kérem, foglalják el helyüket. Tisztelt Országgyűlés, Madarász László úr hivatalos elfoglaltsága miatt esküjét nem tette le, így most az ő ünnepélyes eskütételére kerül sor. Megkérem Madarász László urat, fáradjon a terem közepére, és tegye le az esküt. Megkérem Szűcs Lajos jegyző urat, olvassa elő az eskü szövegét, a jelenlévőket pedig kérem, álljanak fel. Én, Madarász László, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt a többi jogszabállyal együtt. Megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága. Tagságából eredő feladataimat. A Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása. És az alkotmány érvényesülése érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Kérem Móring József Attila jegyzőt, hogy aláírással készítse elő az esküokmányokat, Madarász Lászlógat pedig, hogy kézjegyével lássa el azokat. És mindeközben engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében eredményes munkát és sok sikert kívánjak Madarász László úrnak. Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, most sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk. A kormány Téper 1746. sorszámon benyújtotta az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a Téper 1746. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 291 igen, 62 nem ellenében tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. A kormány Téper 1745. sorszámon benyújtotta
az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a TPR 1745. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 298 igen, 62 nem ellenében tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. Tisztelt országgyűlés, most részletes vitára bocsátás következik. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes rendészeti tárgyú törvények és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló TPER 1426. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 255 igen, 110 nem ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Tisztelt országgyűlés, indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi 42. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló TPER 1427. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 314 igen, 53 nem ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Tisztelt országgyűlés, indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi 139. törvény módosításáról szóló TPER 1481. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 317 igen, 50 nem ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Tisztelt országgyűlés, indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló TPER 1498. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 303 igen, 64 nem ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára pénteken kerül sor. Tisztelt országgyűlés, most tárgysorozatba vételi kérelemről döntünk. A Jobbik képviselő csoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az országgyűlés döntsön az Alkotmányügyi Bizottság által elutasított a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi 20. törvény módosításáról szóló TPER 1050. sorszámú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánja valamelyikük a tárgysorozatba vételi kérelmet indokolni 5 perces időkeretben. Igen, megadom a szót Staud Gábor jobbikos képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Néhány mondatban az ügy fontosságára való tekintettel indokolni szeretném, hogy miért lenne
fontos, és miért kérjük a támogatásukat a tárgysorozatba vételhez. Köztudott, hogy a rendszerváltás után, vagy a rendszerváltásnak nevezett folyamat után elmaradt a régi rendszer a diktatúra működtetőinek. Nem csak hogy a felelősségre vonása, hanem a demokrácia, úgymond demokrácia rendszeréből való kizárása, illetve abból a rendszerből, hogy ők működtetői és a közélet formálói lehessenek. 20 év késésben vagyunk ezzel kapcsolatban. 20 év nagy idő, de most se késő ezt megtenni. Most se késő egy megfelelő lusztrációs törvénnyel a diktatúra kiszolgálóit a közéletből kizárni. Ezt meg tudták tenni Lengyelországban, meg tudták tenni a cseheknél, a szlovákoknál, hogy tudjuk, az ügynöklistákat rögtön nyilvánosságra hozták, ebbe már nem mennék bele, hogy mi ebben, tehát az ügynöklisták területén is óriási lemaradásban vagyunk. Ez se történt meg. Reméljük, hogy itt a lusztrációs törvénnyel egy folyamat el tud indulni. Szükségesnek tartom kiemelni, hogy amit beterjesztettünk, és aminek a társorozatba vételét kérjük, ez az alkotmánymódosítás, a kereteit teremtené meg annak, hogy lehetőség legyen a részletes szabályainak a kidolgozására. Tudjuk, hogy számtalan törvénymódosítás és akár alsóbb szintű jogszabályoknak a módosítása vagy megalkotására lehet szükség ahhoz, hogy áttekintsük ezt a hatalmas feladatot, és hatékonyan elvégezzük azt, amit itt a keleti blokkban már megtettek sokan előttünk. Néhány mondatban azért kiemelném, hogy mit szeretnénk, vagy mik azok a minimum követelmények, amik alapján az elmúlt rendszer, a diktatúra haszonélvezőit és működtetőit ki szeretnénk zárni a közéletből. Tehát aki 1990 május 21-ét megelőzően állami vezető, az egykori állampárt vezető tisztségviselője, vagy az erőszakszervezetek vezető beosztású tisztje volt, az többek közt politikai tevékenységet ne folytathasson, állami vezető ne lehessen, vezető beosztású kormánytisztviselő, közalkalmazott vagy köztisztviselő ne lehessen, rendvédelmi szerveknél vezető beosztású tisztséget ne tölthessen be, és bírósági és ügyészségi vezető se lehessen. Emellett még természetesen megfogalmaztunk egyéb kritériumokat az önkormányzatoknál betölthető tisztségekről, illetve önkormányzati és állami cégeknél betölthető tisztségekről, vezető tisztségekről is. De nagyon szeretnénk, hogy bármilyen formában, de induljon meg a társadalmi vita, kerüljön tárgysorozatba vételre ez az alkotmánymódosítási javaslatunk, és kezdjük meg az érdemi vitát. Mi készek vagyunk szigorítani, és ezeken a szabályokon készek vagyunk bármiféle megoldásra, hogy végre az elmúlt 20 év lemaradását és bűnét bepótolva a diktatúra működtetőit kizárjuk a közéletből. Ehhez kérjük a támogatásukat. Köszönöm szépen!